nagyon sok mindent megértettél és tudsz az önismeretből, de a gyakorlatban, éles helyzetekben mégsem sikerül megvalósítanod. Szeretettel köszöntelek, Németh Erika vagyok, önismereti tréner. Ugyanerre nagyon sokan panaszkodnak nekünk rendezvényeinken, kurzusainkon, konzultációkon. Sokan elmondják, hogy már nagyon sok mindent értenek abból, amiket tanítunk, nagyon sok felismerésre jutottak már saját működéseikkel, viselkedési normáikkal, sémáikkal kapcsolatban. Azt is megértették, hogy mi volna a békés, harmonikus megoldás ahhoz, hogy egy-egy élethelyzetben nyugodtak tudjanak maradni, és hogy sokkal könnyebben tudják az élet hullámait viselni. Mégis, amikor bekövetkezik egy nem várt szituáció, akkor bizony a régi sémák eluralják a dolgot, és nem sikerül megvalósítani azt, amit már az önismeretben megértettek, megtanultak. Mi lehet ennek az oka? Ezzel a videóval neked is szeretnék egy segítséget adni, egy kis felmentést, magyarázatot arra, hogy miért történik ez így, hogy a gyakorlatban nem megy olyan könnyen, így talán te is azt fogod érezni, hogy nem jársz egyedül ebben a cipőben, és rögtön kapni fogsz néhány némi biztatást arra vonatkozóan is, hogy hogyan érdemes akkor mégiscsak megszilárdítani azt a sok-sok tudást és felismerést, amit már megszereztél az önismeretben. Hát akkor nézzük, mi az első oka annak, hogy nem sikerül a gyakorlatban megvalósítani azt, amit már tudsz, amit már felismertél. Ennek valójában nagyon egyszerű az egyik oka, úgy hívják, hogy gyakorlás. Amikor nem sikerül megvalósítanod a gyakorlatban azt, aminek már megértésére, felismerésére jutottál, akkor annak a legalapvetőbb oka az, hogy még nem gyakoroltad. Ma olyan az oktatási rendszerünk, úgy működnek az emberek, hogy türelmetlenül, instant módon szeretnének mindent elsajátítani és megvalósítani. Az emberek nagy része azt gondolja, hogy ha valamit már megértett, akkor azt már tökéletesen fogja is tudni csinálni. De gondolj bele, mi volt az életedben olyan? Tudsz-e olyan dolgot mondani, ami gyakorlás nélkül tökéletesen ment volna csak azért, mert már megértetted? A kedvenc példánk erre az úszás. Megtanulhatsz-e könyvből úszni? Megtanulhatsz-e könyvből megértés után, vagy videófilmekből úszni? Nagyon sokat tudnak neked segíteni a YouTube videók, meg az is természetesen, ha elolvasol néhány cikket vagy könyvet arról, hogy hogyan is kell úszni. Az már biztos, hogy meg fogod érteni, hogy mit kell csinálni a karoddal, a lábaiddal, a lábfejeddel, mit csinálj a fejeddel, és még azt is meg fogod érteni, hogy víz alatt kifújnod kell a levegőt, víz fölött pedig beszívnod. Elméletben tökéletesen menni fog, de te is érzed, és te is tudod, hogy ettől még nem tanultál megúszni. Mert amikor bemész a vízbe, hiába tudod, hogy mit kellene csinálni, és hiába gyakoroltad a szőnyegen hasonfekve a mellúszás mozdulat sorát, mégis azt ott, a víz közegében kellene igazából begyakorolnod. Ott a víz közegében kellene jól csinálnod. És mivel könyvből és YouTube-ról tanulva éppen a vízzel nem számolsz, éppen a vízzel való tapasztalás nem érkezik meg, ezért gyakorlatilag hiába tudod az elméletet, amikor vízbe kerülsz, akkor a víz miatt óriási meglepetések fognak érni. Vizet fogsz nyelni, el fogsz süllyedni, pánikszerűen fogsz kapkodni a medence széle felé, és ezt még el fogod játszani jó párszor. Szét fog esni a mozgásod, és nem fogod tudni harmonikusan, összehangoltan csinálni a mozdulatsort, hiába értetted már meg ezt a YouTube-ról, vagy a könyvből olvasva. Egyszerűen kell a gyakorlás. Kell a közeg, ahogy mondani szoktuk. Mert igazából az, amit megtanulsz elméletben, az egy nagyon-nagyon-nagyon klassz mankó lesz neked. De csak akkor válhat ez igazi tudássá, hogyha a gyakorlást is megejted. Úgyhogy az első és legfontosabb, ami téged segít a önismereted igazi elsajátításának útján, hogyha a gyakorlást nem hagyod ki. A gyakorlásra tehát szükség van. Épp ez a probléma egyébként a párkapcsolattal, hogy azt már az életünk legfontosabb területének tartjuk, legalábbis nagyon sokan gondolják úgy, hogy párkapcsolat nélkül nem is lehet boldog az életük. Szóval az életük legfontosabb területének tartják az emberek, ám mégis soha nem tanulják,
hogy hogyan kellene. Gyakorolni pedig végképp nem engedi meg a társadalom a párkapcsolódást, hiszen nézd meg azokat az embereket, akik nagyon sokat gyakorolják, vagyis sok párkapcsolatuk van, azt a társadalom előbb-utóbb meg fogja bélyegezni valami negatív címkével. Egészen irreális, hogy nulla tanítás után, nulla gyakorlás után a fiatal felnőtteket úgy engedjük szabadjára az életbe, hogy a párkapcsolat nevű dolgot tökéletesen kellene csinálniuk, vagyis életük egyik legfontosabb területét gyakorlás nélkül tökéletesen kellene kivitelezniük. Nem csoda, hogyha ez nem sikerül, úgyhogy nyugodtan engedd meg magadnak, hogy néha kudarcot szenvedj ezen a területen, hiszen kudarc és gyakorlás nélkül soha nem lesz belőled profi, versenyző, profi játékos. A gyakorlásra azért is szükség van, mert ha nem merülsz el a vízben, az úszás tanulás közben, akkor soha nem fogod megtanulni azt sem, hogy hogyan jöjj föl. Ha nem nyelsz vizet, akkor soha nem fogod megtanulni azt sem, hogy hogyan élj túl mégis a partig, a medence széléig, úgyhogy közben köhögsz. Egy csomó mindent akkor tudsz megtanulni, hogyha időnként hibázol. És ezt azok, akik profik, pontosan tudják, mert ők megengedik maguknak azt, hogy hibázzanak. És így gyakorlatilag el is kalandoztam már a második ponthoz, a második akadályhoz, ami akadályoz vagy segít téged abban, hogy a gyakorlatban is meg tud valósítani az önismereti tudásodat. Ez pedig a következő. Amikor nem sikerül megvalósítanod a gyakorlatban, egy éles helyzetben azt, amit már pedig megtanultál, mondjuk nem sikerül féltékenykedés nélkül egy élethelyzetet abszolválnod, amikor bejelenti a párod, hogy a hétvégét nem veled tölti. Meg fog jelenni benned a féltékenység, és lehet, hogy hülyén reagálsz. Majd két nap múlva elgondolkodsz a dolgon visszamenőleg, és azt mondod, hogy vakargatva a fejedet, hogy hát most már tudom, hogy hogyan kellett volna csinálnom. Itt ezen a ponton egy pillanatra álljunk meg. Az emberek itt ugyanis kétféleképpen működnek. Az egyikük rosszul jár, a másikuk meg jól fog járni a gyakorlás és az előrelépés szempontjából. Az emberek nagy része, akik rosszul járnak a működésük miatt, a következőt választják. Azon a ponton, amikor elgondolkodnak, hogy ó, hogyan is, most már tudom, hogyan kellett volna reagálnom két nappal ezelőtt, azok azt fogják mondani, hogy jaj, de béna vagyok, hogy nem úgy csináltam, pedig már ezt tudom, Istenem, még mindig nem tanultam meg rendesen az önismeretet, még mindig nagyon béna vagyok, hát teljesen reménytelen vagyok. És elkezdik magukat ostorozni azért, mert később jönnek rá a megoldásra, nem pedig ott a szituáció éles pillanatában. Na ők azért mondom, hogy rosszabbul járnak, mert ők azzal, hogy elkezdik magukat ostorozni, gyakorlatilag el is veszik maguktól azt a lehetőséget, hogy jól érezzék magukat a bőrükben. Az önostorozás, a bűntudat, az önmarcangolás mindig ki fog szakítani a jelenből, és nem előre visz, hanem hátra. Hátrafelé visz azért, mert visszarántod magad az önostorozással a múlt hibáiba. Hiszen azt fogalmazod meg, hogy bárcsak tudtam volna, milyen béna vagyok, hogy akkor két nappal ezelőtt rosszul működtem. Kirántod magad, visszaviszed magad a múltba, és ráadásul ott bántod magadat azzal, hogy hibáztatod, ostorozod, marcangolod és elítéled magadat. Ennek a működésnek az lesz a következménye, hogy kudarcként éled meg azt, hogy már tudod egyébként, hogyan kellett volna viselkedned. Nem annak örülsz, hogy tudod, hanem kudarcként éled meg azt, hogy nem sikerült megvalósítanod. Márpedig az emberi elme, az emberi ego úgy működik, hogyha valamit kudarcnak minősít, akkor attól nyilvánvalóan a jövőben tartani fog. Hiszen mindig szeretné elkerülni a kudarcszerű helyzeteket az elme, mert a kudarc az bizonytalan, az félelmetes, az veszteséggel járhat. Tehát ha kudarcélményként erősíted föl magadban a két nappal ezelőtti viselkedésformádat, akkor biztos, hogy megpróbálsz elmenekülni a jövőben a hasonló helyzetekből. Márpedig ha elmenekülsz félvén a kudarctól, akkor éppen a gyakorlás fog kimaradni az életedből.
így gyakorlatilag távol tartod magad attól, hogy megtanuld jól csinálni azt, amit szeretnél. Elméleti tudás marad, ami soha nem fog rögzülni a gyakorlatban, viszont rengeteg félelemmel fog megtöltődni. Az a kevés ember, aki viszont egy másik utat választ itt, a hibázás után 2 nappal, őrájuk mondtam azt, hogy ők jobban járnak, azok a következőt teszik. Miután rájöttek arra, hogy 2 nappal ezelőtt nem annyira kellemesen működtek, elkezdenek örülni annak, hogy jaj, de jó, hát most már tudom, hogy hogyan kellett volna viselkednem. De jó, megértettem, hogyan kellett volna viselkednem. Örülök ennek, és szuper, ha legközelebb hasonló helyzetbe kerülök, akkor így fogok viselkedni a jövőben, és gyakorolni fogom. Na most ebben a pillanatban ez az ember éppen örül magának, éppen biztatja magát, és éppen arra hegyezi ki a figyelmét, hogy a jövőben egy hasonló helyzetet már ügyesebben, nagyobb odafigyeléssel abszolváljon. Vagyis ő kifejezett nyitottsággal halad tovább előre az útján, és várja a következő gyakorlási lehetőséget. Szóval a második pont, amivel segítheted, vagy visszahúzhatod magad, az az, amikor az önostorozás helyett a biztatást választod. És azt, hogy örülsz annak, hogy rájöttél arra, hogyan kellene működnöd. Ezzel, hogy biztatni fogod magad, és örülsz annak, hogy rájöttél, hogyan kellene működnöd, még ha csak 2 nappal a viselkedés vagy a szituáció után teszed is meg ezt, már azzal is visszahelyezted magad az áramlásba. A működésed jövőbe tekintő lesz, a jelenedet pedig az öröm és a biztatás fogja áthatni. Ebben az esetben a barátja vagy önmagadnak, vagyis segíted magadat az utadon. Az önostorozás kapcsán, ahogy mondtam, visszateszed magad a múltba, és éppen megállítod az áramlásodat, és gyakorlatilag kiutálod magad a saját életedből. Nem leszel hasznodra magadnak itt. Ezért is mertem azt a kijelentést tenni, hogy aki ezt a működést választja, az kellemetlenségeket okoz magának. Köszönöm szépen a figyelmedet, gyakorolj, és örülj annak, még akkor is, ha utólag jössz rá, hogyha felfedezted azt, hogyan kellene működned. Mi ebben támogatunk téged, tarts velünk önismereti kurzusainkon, táborainkban, előadásainkon, részt vehetsz személyesen, vagy élő online közvetítéssel is. Vagy szerezd be otthonra önismereti könyveinket, és juss felismerésekre otthon, kényelmesen magadról. Csatlakozz itt a YouTube-on is az exkluzív haladó önismereti csatornánkhoz, ahol további, hosszabb, mélyebb önismereti tartalmakkal, vagy a kérdéseidre válaszvideókkal várunk. Az exkluzív csatornához úgy tudsz csatlakozni, ha itt a videóim alatt megkeresed a kék keretes fehér gombot csatlakozás felirattal. Csak akkor fogod látni ezt a gombot, ha be vagy jelentkezve a YouTube fiókodba. Szeretettel látunk ott is. Most pedig elköszönök, kívánok sok sikert, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot és mindent, amit magadnak kívánnál még.